A város legutóbbi nagy beruházásának, a Korcsolya pályának a kivitelezésében is nagy szerepet vállalt a városellátó szervezet. A kivitelezési munkálatokon túl hozzájuk tartozik Sátoraljaújhely valamennyi önkormányzati fenntartású intézményének karbantartása, a közterületek rendben tartása, a parkosítás, virágosítás, csúszásmentesítés. Számos és sokrétű a feladatuk. A felsorolásból az is kiderül, a városellátó szervezet igazgatójára is számos és sokrétű feladat hárul. A jelenlegi igazgató mindez idáig megfelelően látta el a feladatát, mondta a város polgármestere, aki ma reggel jelentette be, hamarosan új igazgató lesz a szervezet élén. A jelenlegi vezető maga kérte felmentését, mivel családjával más városba költözik. Én azt gondolom, hogy ezt a kérését igazgató úrnak illik és kötelességem teljesíteni, hiszen az, amit ő az elmúlt évtizedben a városellátó szervezet vezetőjeként letett az asztalra, az példamutató. Úgy gondolom, hogy csak köszönet illeti a munkájáért, és én azt hiszem, hogy mindig örömmel várjuk vissza Sátoraljaújhelyben, én személyesen is így gondolom ezt. Ugyanakkor a városellátó nem lehet vezető nélkül, ezért az új pályázat kiírásra kerül az igazgatói álláshelyre, de már megbízzuk Pálés Gábort, aki szintén szerintem jól ismert személy Sátoraljaújhelyben, mérnöki végzettsége van, a városellátó szervezet irányításával, hogy a munka biztosítása, a vezetés biztosítása folyamatos legyen. A városellátó szervezet igazgatójának személyéről a testület dönt majd a következő hónapban.